Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterhelyettes úr. Kérem, engedjenek meg néhány észrevételt a készülődő pedagógus státusz törvénnyel kapcsolatosan, illetve tucatnyi konkrét kérdést. Először is a jobbik konzervatívok közössége számára egyáltalán nem ördögtől való egy hivatásrendi törvény, feltéve, ha az nem rontja, hanem javítja a pedagógus pálya presztízsét. Aztán a tanári fizetést emelést egy ilyen törvényhez kötni valótlan dolog, hiszen ezt bármikor megtehetnék, illetve a harmadik, Brüsszelre mutogatni és onnét várni a pedagógus béreknek a rendezését, a fizetést emelést, ez nem Klebersberghez illő dolog, hiszen Klebersberg 1001. alkalommal is el fogjuk mondani, most is elmondom, egy trianoni katasztrófát követően nem Párizsban kilincselt, hanem nemzeti erőforrásokat teremtett elő, és abból virágoztatta föl a hazai oktatás ügyet, de akkor nézzük a konkrét kérdéseket. Miniszterhelyettes úr, véleménye szerint hogyan fogja befolyásolni a pedagógus pálya vonzerejét, ha a próbaidő akár duplája is lehet a mostaninak, ha a felmentési idő szabályainak változása miatt a nyugdíjba menők 3 havi illetménytől elesnek, ha a jubileumi jutalom még szűkmarkúbb lesz, ha lemondás esetén még fél évre röghöz köthetnék a dolgozót, ha a rendkívüli felmentés szabályait a tervezet szerint módosítják, azaz szigorítják, ha bármikor több órás ingázásra kényszeríthetik a tanárokat, ha a rendelkezésre állási és a napi munkaidő 25-50%-kal nőhet, ha vasárnapi munkavégzés is elrendelhető lesz, ha a továbbképzési kötelezettséget a 60 éves kollégákra is kiterjesztik, és előírható lesz számukra új diploma megszerzése, ha a nevelőtestület autonómiája annyira lecsökken, hogy már csak a házi rend ügyében dönthetnek, ha óraadókból állhat majd egy-egy tantestület fele, vagy még nagyobb hányada, ha az érdekérvényesítést és a sztrájkjogot gyakorlatilag teljesen lehetetlenné teszik. Várom valóban érdemi válaszait. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Március 2-án hoztuk nyilvánosságra azt a törvénytervezetet, amelyik még messze nincs a parlament előtt. Tehát csak egy nyilvánosságban zajló vita folyik róla. Így tettük ezt március elején, utána több héten keresztül szakszervezetekkel, közlönési stratégiai kerekasztallal, országos közlönési tanáccsal, pedúskarral, több körben, több szervezettel egyeztettünk, és egyeztetünk is, hiszen ebben a fázisban vagyunk, így már másfél hónapja tart az egyeztetés, és majd az egyeztetések eredményeként jön létre ennek a törvényjavaslatnak a végső szövege, amit, hogyha a kormány úgy dönt, akkor benyújt a parlament elé. Tehát itt egy messze-messze megelőző fázisban vagyunk. Ez a javaslat valóban két fontos irányt is felül. Az egyik irány az a pedagógus béremelés, egy nagyon nagy léptékű pedagógus béremelés, olyan lépték, amelyik korábban nem volt Magyarországon, és mellette pedig a bérezés elveiben is egy új elv, amelyik nem a végzettség szintje, tehát hogy főiskola vagy egyetem, és az életévek száma, tehát a pályán eltöltött évek száma alapján, hanem teljesítmény alapján, teljesítménybérként nagyobb részt adva a bérből a teljesítmény szempontoknak kíván egy újfajta bértelmet is létrehozni, és azt hiszem, hogy mindenki számára ez egy ideális időpillanat lenne, amikor mindenkinek nő a fizetése, mert mindenkinek nőni fog radikálisabb mértékben a pedagógusok között a fizetése, akkor legyen egy új elv is benne, hogy akik többet dolgoznak, nagyobb teljesítményt tesznek az asztalra, az ő esetükben még nagyobb arányú legyen az emelés, illetőleg azt a mindenki által fontosnak kitartott kérdést is tudja orvosolni, hogy a pályakezdőknek is nagyobb mértékben emelkedhessen a fizetése, hiszen az előző életpályadottságaiból kiindulva, akik régebb óta dolgoztak, nyugdíjhoz közelebb álltak, csak nekik lehetett magasabb a fizetésük, most arra törekszünk, hogy a fiatalabbaknak is magasabb legyen, hogy ne morzsolódjanak le, hiszen sokan jelentkeznek továbbra is tanárnak, el is végzik az egyetemet, de utána nem ezt a pályát választják, vagy 5 évenből sokan elhagyják ezt a pályát, ezért kell radikálisabban emelni az ő fizetésüket. Az ön által említett kifogások egy jó része egyébként olyan szabály, amit a munkatörvénykönyvből emel át az új törvény, de én nem fogok folytatni az 1 percemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes államtitkár úr. 1 perces viszontválaszra Ander Balázs képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Államtitkár úr, szakszervezetekkel történő egyeztetésről beszélt, a szakszervezetek ezt hiányolják, legalábbis az érdemi részét, a látszat egyeztetés nem egyeztetés.
ami itt előttünk fekszik, az tulajdonképpen nem más, mint hogy a tanítás, mint értelmiségi hivatás az lehetetlenné válik azért, mert cselédé degradálják a pedagógusokat. Fizetésemelésről beszél, nagyon helyesen, Isten adja, hogy ez így történjen, de mellette ott van számos olyan negatívum, ami ezt a fizetést emelés gyakorlatilag mint egy zárójelbe teszi. Jelezni szeretném, hogy jelenállás szerint több mint 4500 fő jelezte azt, hogy ezt nem fogják aláírni. Ott hagyják ezt a pályát, és hogyha a mostani pedagógus hiányhoz ezt a 4500-as létszámot, ami csak a jéghegy csúcsa, hozzáteszük, akkor ki kell mondani, hogy ez egy merénylet a magyar oktatás, a magyar versenyképesség és a magyar jövő ellen ebben a formájában. Államtitkár úr, nem tudom elfogadni a válaszat. Köszönöm szépen. Képviselő, egy perces viszontválaszra államtitkár urat illeti a szó, parancsoljon. A szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Szerintem, hogyha a pedagógusok egy önálló törvényt kapnak, amelyben a jogállásukat egy önálló törvényrendezés nem be van sűrítve sok más, nagyon fontos, de más típusú közszolgálatot ellátó, közalkalmazott közé, orvos, ápoló, gondozó, kulturális dolgozó, hanem egy önálló ágazat törvényük van, az szerintem a megbecsülés egyik része. A másik része, hogy a teljesítményt akarjuk megbecsülni. Önök ezt elutasítják, én nem tudom, hogy miért. Mert józan ésszel azt elutasítani, hogy aki többet tesz a gyerekekért, az több fizetést kapjon. Aki a gyerekekkel 22 órát foglalkozik, az kap egy fizetést. Aki 26-ot, az magasabbat. Aki kevesebbet foglalkozik a leszakadó gyerekekkel, kap egy fizetést. De aki sokat foglalkozik a leszakadó gyerekekkel, 100 000 forintokkal többet keresett. Aki nem viszi versenyre a gyerekeit, kap egyfajta fizetést, de aki elviszi a tehetséges gyereket versenyre, 100 000 forintokkal többet keresett. Aki elviszi a gyerekeket többféle kirándulásra, vagy interaktívabban mutatja be neki tanárokat, 100 000 forintokkal többet keresett. Ebben önöknek mi a sértő? Ebben önöknek mi az elfogadhatatlan? Szerintem, ha valami a gyerekek érdeke az, hogy a jó tanáraikat, akik többet adnak nekik, jobban becsüljük meg, és 100 000-ekkel többet keresenek. Ez a törvény erről szól.